Ovigála, vízóra téliesítése, ködlámpa helyes használata, fahusánggal ütötte le. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. november 30-án 18 óra 5 perckor. A Madarász Imre Egyesített Óvoda és a Gyermekünk Mosolya Egészséges Gyermekekért Alapítvány október 29-én szombaton a Dériné Kulturális Központban rendezte meg a 18. Ovigálát, amelyen a 8 óvoda egy-egy csoportja mellett az óvoda dolgozóiból álló Kunrózsa énekkar is fellépett. A gálát Sári Kovács Szilvia alpolgármester nyitotta meg, és kívánta jelenlévő szülőknek, nagyszülőknek jó szórakozást a hagyományőrző népi játékok, mondókák és táncok megtekintéséhez. 18. Ovigálán vagyunk, és szerencsére, hogy itt lehetünk, együtt vagyunk, és nem kell bezárkóznunk, ahogyan eddig kellett tennünk, hanem egymás között lehetünk, és élvezhetjük a gyermekek gyönyörű produkcióit. Nagyon sokan tudják, hogy nekem 5 unokám van. És szomorúan mondom, hogy egyetlen egy gyermekemnek, unokámnak, egyetlen egy ovigáláján sem voltam, mert hogy azokban az óvodákban nem volt ovigála. Járt a óvodába, voltak biztosan műsorok, de ott sem tudtam részt venni, és még anyák napja sem volt. Tehát én úgy gondolom, hogy a karcagi óvodák nagyon jól működő óvodák, hiszen nem csak gyermekmegőrzést szolgálják, hanem a gyermekekkel minőségi, oktató munkát, pedagógus munkát folytatnak, szeretetteljes légkörben nevelik gyermeküket, és nyitottak a szülők, nagyszülők előtt, és az egész város előtt. Egy idézetet hoztam. Ha egy kis bimbó mindent megkap, ami növekedéshez szükséges, világgá fejlődik. Elegendő szeretet, támogatás, táplálék és oktatás mellett a mi gyerekeink is virágozni fognak, Willy McGidorn. Milyen igaza van? A mi gyermekeink, hogyha rájuk nézünk, mosolyognak, kinyílt, gyönyörű virágszárak. Külön kiemelte, hogy országosan is példaértékű a MIEU által immár 18. ovigála, és az is, hogy minden óvodában van konyhakert program is. Jó óvodásnak lenni Karcagon, elmondhatjuk, hiszen szépen felújított óvodákban, ahogyan az előbb elmondtam, minőségi oktatási nevelő munka folyik, szeretetteljes, meleg légkörben. Ennek fogjuk most, biztos vagyok benne, legminőségibb és legélethűbb tanúbizonyságát kapni, látni, hallani, hiszen biztos vagyok benne, hogy minden tagóvoda fantasztikus, gyönyörű műsorral fog bennünket elkápráztatni. És elismerés illeti a szülőket is, nagyszülőket is, hiszen az óvodát tudom, hogy mindig megfelelően és kellőképpen támogatják. Teljes mellszélességben ott vannak a rendezvényeken, a műsorokon, és biztosan most is nagyon sokat készítették a gyermekeket erre a szép délutánra. A gálán adják át minden alkalommal a kuratórium döntése alapján az alapítvány díját is olyan két intézménynek vagy magánszemélynek, akik munkájukkal vagy anyagi támogatásukkal segítik az óvodák munkáját. Idén Lévainé Kovács Róza, a KIAMI intézmény vezető helyettese, Bónusz Bona díjas tehetséggondozó pedagógus és az Akácliget gyógy- és strandfürdő kapta. Utóbbit Kocsis István szolgáltatási üzletág vezető vette át a kuratórium elnök helyettesétől, Sótiné Szatmári Dórától. Az idén a Kúten és a Takács Péter utcai óvodák jubileumot ünnepelnek. Ebből az alkalomból Sári Kovács Szilvia alpolgármester adott át részükre egy-egy oklevelet. Ezt követően a gálán a létszámkorlátok miatt két részletben léptek fel az óvodások, néptánccal, játékkal, mondókákkal. Ha még nem tettük, mi hamarabb téliesítsük vízóráinkat, figyelmeztet a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A tartós fagy károkat okozhat a fűtetlen pincékben lévő vízórákban, sőt, a falakon belüli vízvezetékhálózatban is.
Ezek védelme a felhasználók feladata, de a tönkrement mérők cseréje is az esetleges elfolyt víz költsége is őket terheli. 100 000 forintra is növelhetik a számlát az elfagyott vízórák. Idén a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT szakemberi a leolvasások és az ellenőrzések során közel 200 fagyott mérőt találtak a vállalat szolgáltatási területén. A legtöbb esetben azonban maguk a felhasználók fedezik fel a bajt. A fagy leginkább a vékony vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos. Most kissé eltolódott a téli esítése, mert a változékony időjárás azt hozta, hogy a talajmenti fagyok még nem következtek be, ezért még ezután fogom téli esíteni, mielőtt a nagyobb hidegek kárt okoznának a rendszerben. Ha hiányzik a fedlap, azt mindenképpen pótolni kell, sőt a nagy hidegben tanácsos külön szigetelésről is gondoskodni. A vízórát le lehet takarni szalmával, telizsákkal, hungarocellel, pléddel, vagy akár kartonpapírral is. A vízmérő téliesítésénél azonban figyelni kell arra, hogy annak számlapja könnyen szabaddá tehető legyen, vagyis a mérő leolvasható maradjon. Nem szoktam ehhez szakembert kérni, természetesen a kerti csapnál lezárom a fagycsapót, hogy ne jöjjön fel a víz a kifolyócsőbe, mert azt akkor kárt okozna, szétrepíteni. A vízóránál pedig kibélelve ráteszem a fedlapot, ruhával szoktam kibélelni az alját a fedlapnak, egy fém fedlap van egyébként rajta, és az egyfajta szigetelést ad. A TRV ZRT szakemberei ugyanakkor azt javasolják, az óvintézkedések mellett is ellenőrizzék rendszeresen, hogy nincs-e víz az aknában, hiszen egy esetleges csőtörés, elfagyás esetén a hónapok alatt elfolyt víz költsége akár 100 000 forintra is rúghat. Hát ha sok a csapadék, akkor abban az aknában, amiben a vízóra van, összegyűlik a talajvíz, és akkor az megfagy. De maga a csap, illetve a vízóra, az nem fagyott még be soha. Az elfagyást könnyű észrevenni. Ha egy hideg éjszaka után reggel megnyitjuk a csapot, és abból nem folyik víz, gyanakodni kell a bajra. Ha a lakatlan ingatlanban történik mindez, akkor sok esetben a TRV ZRT számítógépei jelzik a vízműtelepeken, hogy a megszokottakhoz képest megemelkedett a vízfogyasztás a település részen. Több elfagyott mérő esetében azonban csak az enyhülés követően jelentkezik a vízszivárgás, akkor, amikor kienged az elfagyott mérő vagy szakasz. A vízmérő aknákat és az abban található vízmérőket fagyást követően is érdemes a fogyasztónak ellenőrizni, hogy akár minél kisebb mértékű legyen, és a hiba elhárítást is minél hamarabb el lehessen végezni, hogy a társaság szakemberei az elmúlt év során 10 esetben cserélték, illetve javítottak fagyott mérőt Szolnokon. Leggyakrabban lakatlan ingatlanoknál, vagyis üdülőknél, hétvégi házaknál, garázsoknál történik elfagyás az időszakos vízhasználat miatt. Vízhiány is keletkezhet egy elfagyott vezeték miatt, hiszen annak belsejében jégdugó keletkezik. A legfontosabb azonban, hogy az elfagyott vízmérő, valamint vezeték közegészségügyi és járványügyi szempontból a víziközműhálózatra nézve fertőzés veszélyt teremt. Hogy megelőzzük a bajt, az ivóvíz vezetékeket fagyhatár alá kell fektetni szabvány szerint, megfelelő vastagságú takarást alkalmazva minden oldalról. Minél mélyebben van ugyanis elhelyezve a vezeték, annál kevesebb környezeti hatás éri. A fagycsapok elzárása, téliesítése is fontos a vezetékek védelmében. A megfelelő hőfokot szigeteléssel biztosíthatjuk, valamint a bekötési vízmérőt követően elzáró, valamint leürítő szerelvényt és visszacsapó szelepet kell beépíteni.
A fagynak kitett, szabadban, falon lévő vízvezetékek szigetelése is fontos, és téli időszakban használaton kívül célszerű leüríteni azokat, részletezte a műszaki igazgató, aki arról is beszélt, hogy elfagyás esetén az elfolyt vízmennyiség mértékétől is függ a felhasználó terhelőköltség. Kisméretű vízmérő esetén a javítás sereköltsége bruttó 33 ezertől 56 ezer forintig terjedhet. Aktuális a téma ismét, amikor napról napra változik az időjárás, egyszer ragyogó napsütés, másnap pár méteres látótávolságot adó köd fogad reggelente. Településen belül nem tilos, sem az első ködlámpa, sem a hátsó ködzáró fény használata. Ugyancsak nem szabálytalan, ha a tömött kocsisorban haladva használjuk, egyedül arra vonatkozóan kapunk egyértelmű tiltást, ha az autó nem a forgalmi okokból áll, vagyis parkol. Az ész nélküli ködlámpa használat viszont zavaró is lehet, sőt a legtöbb helyzetben inkább az. Használata rossz látási viszonyok mellett ajánlott, heves esőzésben, hófúvásban és persze sűrű ködben. Ez az a rész, amit rengetegen félreértelmeznek és úgy vélik, ha esik a hó, az eső vagy valamilyen mértékben köd van, akkor már használni kell. Ez viszont helytelen, olyan értelemben, hogy bár szabályt ugyan nem sért a használat, haszna viszont nincs, de a többi közlekedőt zavarjuk vele. Az első ködlámpa használata talán kevésbé zavaró, ám a helytelen beállítással erősen vakíthatjuk a szembejövőket. Akkor van jól beállítva, az autó előtti pár métert világítja be erősen az úttesten és annak szélén. Miután a sűrű ködben messzire világításnak hasza nem igazán van, az apró páracseppekről ugyanis visszaverődik a fény, így lényegében csak egy fénybuborékot csinálnánk magunk előtt, amitől pont hogy nem látjuk, amit látni kéne, vagyis a messzebbi autók fényeit. Csak akkor használjuk, ha nekünk segít, vagyis ha se közvilágítás, se természetes fény nincs már, és ezekből az első már ki is lövi a lakott területen való használatot. Ésszel használjuk, és csak akkor, ha másokat nem zavarunk vele, mert vakíthat. Az elsőnél viszont sokkal zavaróbb a ködzárófény használata. A ködzárófény lényege, hogy rossz látási viszonyok között a hátulról érkező autó sofőrje hamarabb vegyen észre, miután ez általában hasonló teljesítményű és fényerejű izzó, mint a féklámpa. Vagyis egészen addig, amíg nem jön mögöttünk senki, használhatjuk, és használjuk is erősködben vagy esőzésben, de amint jól láthatóan utolért, kapcsoljuk is le. A törökszentmiklósi rendőrök őrizetbe vettek egy fegyverneki férfit, aki a gyanú szerint fahussánggal bántalmazta a sértettet, majd elvette annak értékeit. A rendelkezésre álló adatok szerint a sértett egy 38 éves feltételezett elkövető fegyverneken egy ismerősüknél italoztak 2022. november 5-én délután. Gyalogosan elindultak a későbbi bántalmazó lakásához, ahol közöttük nézeteltérés miatt heves vita alakult ki. Ennek során a házigazda magához vette egy fahusángot, amivel többször megütötte a sértett fejét, aki a bántalmazástól a földre esett. Ekkor a jogsértő, kihasználva védekezésre képtelen állapotát, átkutatta a földön fekvő zsebeit, és azokból 15 ezer forintot és mobiltelefont vett el. A bántalmazás során a sértett súlyos sérülést szenvedett. A rendőrök a feltételezett elkövetőt fegyverneken elfogták és előállították a törökszentmiklósi rendőrkapitányságra. Ruházatának átvizsgálása során megtalálták az áldozat mobiltelefonját és a jogtalanul elvett készpénz egy részét, amiket lefoglaltak. A nyomozók a férfi gyanúsítottként hallgattak ki, kifosztás és súlyos testi sértés büntettének megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbevétele mellett előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!